Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr. Ezen a héten Jézus feltámadásáról elmélkedünk, és annak következményéről arról, hogy Jézus megjelent több embernek, Péter szerint, vagy Pálapostól szerint több mint 500 embernek, és ezek közül valók a tanítványai, azok az asszonyok, akik húsvét vasárnapján találkoztak vele, és ez a találkozás az egész életüket megváltoztatta, és azt a küldetést kapták Jézus Krisztusról, hogy menjenek és tegyenek bizonyságot erről a hírről minden embernek, és tulajdonképpen az ő bizonságtételük alapján született meg az egyház, és a mai napig is erre a bizonságtételre épül a mi hitünk, a mi közösségi életünk, a mi küldetésünk ebben a világban. Ez a jó hír, ez az evangélium, ezt adjuk tovább ma is az embereknek. Ez az, ami igazából reménységet adhat minden egyes embernek a világon. Ma egy olyan bizonyságtételt nézünk meg, amely János bizonyságtétele. János volt a legfiatalabb tanítvány a 12 közül, még majdnem, hogy gyermek volt, és Jézushoz nagyon közel állt. János egy nagyon hirtelen természetű ember volt. Az egyik evangélista úgy írja le az ő természetét, hogy a mennydörgés fiának nevezi. Valószínű azért, mert egy hirtelen ember volt. Egy olyan ember, aki nagyon gyorsan mondta ki azt a dolgot, ami a szívén volt, nagyon indulatos ember volt. És ebből az emberből mégis Jézus Krisztus egy olyan embert formált, aki későbbiekben a szeretet apostolává változik az idős János már, amikor a leveleit írja, vagy amikor a jelenések könyvét írja, a legfontosabb üzenetének azt, mond, azt vallja, hogy szeressétek egymást. Vajon mi az, ami átformálta az ő gondolkodását, az ő jellemét? Egyetlen dolog lehetett az, maga Jézus Krisztus, és az, hogy neki is bizonyossága volt arról, hogy Jézus nem csak abban a három évben volt vele, amikor fizikailag itt volt a Földön, hanem hogy Jézus feltámadt a halálból és él, és ott van vele az életében, és annak a reménysége, annak a hite ott volt az ő szívében, hogy majd egy napon újra meglátja az ő mesterét. Ez a bizonyossága hosszú élete során kitartott mindvégig. Soha nem fordított hátat, soha nem hátrált meg az ő hitében. Ő volt az egyetlen apostol, aki nem mártír halállal halt, hanem időskorában vesztette az életét természetes halállal. Természetesen volt azért sok szenvedése, hiszen számüzetésben volt a Pátmos szigetén, ahol megírja a jelenések könyvét, de hosszú élete során és sok szenvedéssel teli élete során mégis annak az örömében élte az életét, hogy tudta az, hogy, hogy Jézus él és majd amikor egy napon vége lesz az ő életének, akkor majd színről színre fogja látni őt. Ez a jelenés mutatkozott meg, vagy jelent meg előtte, amikor Pátmosz szigetén kijelentést kapott Jézus Krisztustól a mennyei jelenésekről, arról, ami történni fog ebben a világban. De nem csak azt látta János, hogy mi lesz a végső időkben, hanem meglátta, a trónust, a menyei trónust, és a mennyei trónuson pedig magát Jézus Krisztust. Azt a Jézust, aki miután feltámadta a halálból, felment a mennybe, és odaült az atyának jobbján. Mi is majd ott fogjuk látni őt, meg onnan várjuk vissza őt, onnan fog eljönni, és aztán lesz egy nap, amikor minden szem meglátja őt. Vajon hiszünk-e János bizonságtételének? Elhisszük-e azt, amit ő mondott Jézusról, a feltámadottról? Mi is bizonyosságot nyerünk-e az ő hite által? Isten adja meg számunkra, hogy hitünk az bizonyosság legyen, és hogy mi is odaszálljuk az egész életünket az ő bizonyságtételére. Amen!